Sziasztok! A mai az egy elfogyott termékes videó lesz, viszont az lesz a különlegessége, hogy csupa olyan dologról fogok beszélni nektek, ami Pixiboxban, Pixibagben vagy Pure by Pixibagben volt. Gondoltam, hogy most csinálok külön egy olyan videót, amiben csak Pixis termékek vannak, úgyhogy a kíváncsiak vagytok rá, hogy miket használtam el, illetve mi a véleményem róluk, melyiket szerettem meg, melyiket kedveltem kevésbé, akkor mindenféleképpen tartsatok velem. Itt van először is ez a Signal White Now Gold fogkrém doboz, mert hogy a tubusát azt sajnos kidobtam, elfelejtettem, hogy el kéne raknom, de a doboz az megvan. Ez ugye egy olyan fogkrém, aminek optikai fehérítő hatása van. Ezt ugye azzal éri el, hogy ilyen nagyon-nagyon sötét kék habja van, és ezáltal utána a fogak optikailag fehérebbnek tűnnek. Ez egy ideiglenes hatás, tehát ez bizonyos idő után elmúlik, vagy hát kevésbé tűnnek fehérnek a fogak. Én ezeket a típusú fogkrémeket megmondom őszintén, hogy annyira nem kedvelem, nyilván, hogyha az ember megy valahova és úgy látja, hogy nem az igazi a fogak fehérsége, akkor ezzel lehet ideiglenesen segíteni rajta, de én jobban szeretem inkább a hosszabb távú megoldásokat. És amit nagyon nem szerettem benne, az az, hogy konkrétan kék lesz tőle a fogkefémnek a feje, tehát a sörtéket hiába mosom át meleg vízzel, egyszerűen olyan szinten bekékíti, de egyébként nem egy rossz dolog. A következő az egy picit kakukktojás, mert hogy anno az én Pixiboxomban nem egy ilyen méretű sampon volt ebből a Schwarzkopf Professional PC Bonacure Hair Therapy Oil Miracle Rose Oil sampon, szép hosszú neve van, hanem egy ilyen picike flakon volt, de azt is anno nem tettem el, és később megkaptam ebből a normál verziót is, de mindenképpen szeretnék erről a samponról beszélni, mert ez a világ egyik legtökéletesebb samponja, azt hagyjam, hogy isteni rózsa illata van. Olyan szinten puha, sejmes és fényes lett tőle a hajam, ami szerintem még egy sampontól sem. Ez egyébként ilyen átlátszó rózsaszínes sampon, kicsit ilyen géles állagú, nagyon jól habzik, nagyon jól tisztítja a hajat, isteni illata van, és tényleg annyira csodálatos lett tőle a hajam, hogy egyszerűen álom. Szóval nagyon-nagyon szerettem ezt a sampont, és egyébként gondolkodom azon, hogy beszerzek ebből egy újabb flakonot, csak mostanában elég sok jó sampon próbáltam ki, és valahogy nem tértem ehhez vissza, meg ez kicsit körülményesebb beszerezni, mert ezt nem lehet drogériákban kapni, hanem ezt ilyen Schwarzkopf professional fodrászatokban lehet, de nem egy ördöngösség hozzájutni, de ez a sampon, ez number one. A következő az az Urián, nincsenek valami angol neve is, amit esetleg ki tudok mondani? Na mindegy, ez egy ilyen tisztító zselé, amit arcra és testre is lehet használni, de én arcra használtam, és ez szappanmentes, érzékeny bőre való és hipoallergén. Elég erős illata van, és nekem picikét mosogatószer illata van. Szóval érzékeny bőre nem tudom, hogy ez mennyire jó. Minden esetben nekem végül is nem volt problémám vele, de elég sok illatanyagot tartalmaz. Egyébként úgy jól tisztított, úgy használtam, hogy felhabosítottam, a nedves arcbőrrel felvittem, és akkor utána leöblítettem vízzel. Egy nagyon-nagyon enyhe húzódó érzés volt utána a bőrömön, de miután áttöröltem tonikkal, már semmi gond nem volt. Szóval végül is nem volt rossz, testen nem tudom, hogy milyen lehet, mint tusfürdő, de végül is, hát ilyen szerettem is, meg nem is, mondjuk úgy. A következő az egy Pure by Pixiboxban volt, nem Pixibagban, azt hiszem a Festival Editionben. Ez a Kneipp Aroma Pflege Dusche Lebensfreude, derűs nap aroma tusfürdő, amiben citromfű van és kubeba olaj, ami nem tudom micsoda, viszont ennek egy-egyben olyan illata volt, mint a talán citromos Strepsils, vagy mézes citromos Strepsils, szóval nekem egy-egyben az jutott róla eszembe, viszont a nyári nagy melegben nagyon-nagyon kellemes és frissítő érzés volt ezzel zuhanyozni, kicsit ilyen krémtusfürdő állagú. Szóval ilyen opálos, nem átlátszó volt, elég sűrű volt, és nagyon jól habzott is. Úgyhogy ez egy kellemes kis tusfürdő volt, tényleg nagyon élénkítő és frissítő volt a melegben ezzel zuhanyozni. Van itt egy Tony & Guy Cleanse száraz sampon is. Ez is egy Pixiboxban volt, még valamikor nagyon az elején. Nagyon szerettem ezt a száraz sampont, viszont jöttek aztán utána más száraz samponok, amiket jobban szerettem. De tulajdonképpen ez egy elég jó kis termék, jó az illata, nekem a száraz samponoknál eléggé fontos, és sokáig érezni is egyébként, tehát valóban frissíti a hajat, nem hagy maga után fehér nyomot, hogyha az ember rendesen így törölközővel kicsit
összedolgozza, mattítja a hajat, tehát felszívja a felesleges olajat, viszont én azt vettem észre, hogy nap végén azért már picit irritálta a fejbőrömet, tehát picit viszkedett, úgyhogy ezután mindenféleképpen gyakorlatilag még aznap, ha lehet, akkor hajat kell mosni. És én még nem próbáltam ki a Tony and Guy-nak a lila meg aranycsomagolású száraz samponjait, még várja, hogy teszteljem, de állítólag azok még jobbak is, mint ez. Az a helyzet, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez a Dove tusfürdő Pixiben volt, de én úgy emlékszem, hogy ez valamelyik Pixibekben volt benne, mert tudom, hogy voltak Dove tusfürdő, de nem emlékszem, hogy pontosan ez volt-e, de ha nem is, az akkor valami hasonló lehetett, mert egy ilyen Deeply Nourishing Nutrium Moisture Dove tusfürdő biztos, hogy volt valamelyik Pixibekben. Ez krém tusfürdő, elképesztően sűrű, tehát nagyon-nagyon gazdag, krémes habja van, és nagyon jól táplálja a bőr, tehát szinte nem is kell utána testápolót használni. Én nagyon szeretem ezeket a Dove tusfürdőket egyébként, de inkább a hidegebb hónapokban szoktam ezeket használni, nyáron inkább ilyen könnyedebb, lightosabb tusfürdőket használok, de ősszel és télen viszont nagyon szeretem ezeket. A következő dolog az a Helia D micellás minklemosó és hidratáló arctisztító kendő. Na, ezt én egyáltalán nem szerettem, nem távolította rendesen a szempillaspirált, irritálta a szememet, egyszerűen nekem nem vált be, úgyhogy elhasználtam ilyen szavacsok letörölgetésére, de meg így néha az arcomat eltörölgettem vele, de nekem ez egyáltalán nem tetszett. A következő az a Borotalco Original Dezodor, ami a Pixibek Festival Editionben volt benne, és én ezt a dezodort nagyon szerettem, tényleg nagyon jól véd az izzadság ellen, kellemes az illata is, és mivel ilyen picike volt, így elég gyakran magammal vittem a táskámban, tudjátok, a kánikulában azért szükség volt néha egy kicsit újra dezodorozni magam, de ezt nagyon szerettem. Ez a Dove Advanced Hair Series Oxygen Moisture Soufflé hajpakolás, ez szintén valamelyik Pixibekben volt benne. Ez is egy nagyon kellemes hajápoló volt, ennek tényleg ilyen szuflé állaga van, tehát tele volt buborékokkal, ilyen nagyon könnyed, krémes pakolás volt, és nagyon-nagyon finom illata volt neki. Úgy használtam, hogy hajmosás után, hajbalzsamozás után is, tehát vittem fel a hajamra balzsamot is, leürítettem, és akkor utána ezt felvittem, és nem is tudom meddig, egy körülbelül 5 percig hagytam rajta, és egészen puha lett tőle a hajam. Ugye azt írták, hogy ez finom és ellaposodó hajra van, hát az enyém mondjuk nem annyira az, de ennek ellenére tetszett az, amit a hajammal csinált. A következő az 2 darab Pure Fiji termék, az egyik ez a White Ginger Lily Infusion testvaj, a másik pedig a Coconut Sugar Rub mangós testadél. A testvajat nagyon szerettem, mert nagyon finom illata volt, és nagyon könnyen beszívta a bőröm, nagyon kellemes, jól kenhető, könnyed állaga volt, egyáltalán nem volt nehéz, még nyáron is szívesen használtam, pedig nyáron ritkán szoktam testvajokat használni, úgyhogy ezt nagyon szerettem. Viszont a testradírral kapcsolatban már vegyesek az érzéseim. Az illata isteni volt, tényleg nagyon finom, természetes mangó illata volt, nagyon jól radírozott, és mivel ilyen olajjal kevert testradír, így nagyon puha volt utána a bőröm. De az állaga, az valami botrány volt, egyszerűen alig bírtam ki vadászni ebből a kis tégelyből, mert hogy így, én nem is tudom elmondani, hogy milyen állaga volt, de ilyen darabos volt, így szétesett, tehát nem lehetett így kimarkolni egy adagot, hanem így próbáltam kikapargatni. Nagyon nem tetszett az állaga, de, ja, és a másik igen, hogy így csöpögött belőle az olaj, tehát minden csupa olaj volt, pedig rendesen rátekertem, most is, igen. Szóval, hogy a csomagolása meg az állaga az egyáltalán nem jött be, de maga, mint testradír egyébként nagyon jó volt és nagyon kellemes volt. Menjünk akkor tovább, ez a Greenland Fruit Extracts málnás tusoló zselé, amit megint csak nem szerettem különösebben, olyannyira nem, hogy végül kézmosó szappanként végezte. Nem tudom, nekem valahogy nem jött be igazából. Az illatáért sem voltam oda különösebben, meg úgy nem tudom, nekem olyan semmilyen volt, I'm sorry, de kézmosónak végül is jó volt. A következő ez a Tony and Guy Casual Sea Salt texturáló spray, ami egy ilyen tengeri sós
texturáló spray, ez volt igazából az első, amit annól kipróbáltam, mert hogy azóta már rengeteg márka kijött hasonló termékkel. Én ezt nagyon szerettem, mert tényleg nagyon kellemes textúrát adott a hajamnak, ilyen igazi tengerparti, szélfúta, napszárította hullámokat lehetett vele csinálni, úgyhogy én szerettem ezt a texturáló sprét, igazából nem tudok róla többet mondani ennél. Most következzen kettő darab kézkrém, az egyik az Ahava Dead Sea Water kézkrém, amit nagyon szerettem, mert nagyon kellemes állaga volt, viszonylag gyorsan beszívta a bőröm, az illata is jó volt, jól hidratálta a bőrömet, úgyhogy ez tényleg egy kellemes kézkrém volt, és hát mivel ilyen picike volt, így magammal tudtam vinni a táskába. A másik pedig az Eucerin PH 5 kézkrém, ami kifejezetten ilyen nagyon száraz, nagyon igénybe vett kezekre való, ez tényleg nagyon sűrű is, úgyhogy én ezt általában éjszakára használtam, volt olyan időszak, amikor nagyon brutál állapotban voltak a kezeim, mert rengeteget mosogattam, úgyhogy szükség is volt rá, de úgy tényleg nagyon jó volt, hogy éjszakára bekentem, és akkor hagytam, hogy jól beszívja a bőröm, és tényleg nagyon jól rendbe tette, úgyhogy nekem ez is kedvenc volt. De ez nem az a mindennapos kézkrém szerintem, amit így napközben az ember elővesz, és akkor így fölkeni a kezére. És ha már Eucerin, akkor van itt egy Dermatoclean 3:1-ben micellás arclamosó, ez egy micellás víz volt tulajdonképpen, ami azt mondja, hogy alaposan tisztít, eltávolítja még a vízálló szemfestéket is, és tisztítja a bőrt. Hát a vízálló szemfestéket nem távolította el, de még nekem a simát sem távolította el rendesen, és irritálta a szememet, úgyhogy nálam a szememre esélytelen volt, hogy elhasználjam. Viszont a bőrömet úgy jól áttörölgettem vele, kellemesen tisztított, igazából semmi extra. Nem voltam odaért, de különösebben nekem megvannak már a kedvenc micellás vízeim, amiket szívesen használok. És akkor még egy micellás víz, amiről egyébként hasonlókat tudok elmondani, mint az Eucerinesről, ez a La Roche-Posay fiziológiás micellás víz, ami nekem szintén nem vált be. Ez mondjuk nem irritálta a szememet, de nem is távolította el a szemfestéket, úgyhogy nem tudom, valamiért ezek nálam nem működnek. Az arcomat jó áttisztítani vele, de ahogy mondtam, nekem már megvannak a kedvenceim, a Garnier micellás víz, illetve a Bioderma Sensibio H2O. Fúrnak. Halljátok? Óriási. Ó, Istenem, a forró napjai megmentője, ez a Vichy termálvíz spré, amiből most is van egyébként a hűtőben egy nagy flakonos. Ezt egyszerűen imádom, tehát a melegben semmi jobb érzés nem volt annál, hogy ez benn volt a hűtőben, és amikor már nagyon nem bírtam, elővettem, kicsit permeteztem belőle az arcomra, és valami isteni érzés volt komolyan, hogy így ráhullott ez a finom permet a bőrömre, mert hogy tényleg nagyon finom permet, és nagyon jól ilyen szétterülve fúj ez a spré, tehát nem egy ilyen sugár van. Ez valami isteni, imádom, szeretem, ahogy mondtam, most is van egy hűtőben, úgyhogy ezt továbbra is használni fogom. Megőrülök ettől a fúrástól, komolyan egész nyáron ez megy. Fúrnak, 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 fúrnak. És mindig akkor fúrnak, amikor végre van időm leülni videózni. Csodálatos. Már nincs sok hátra, csak pár dolog maradt. Van itt még két túlsfürdő, az egyik az Uriás Termál krémlavant, krémes tisztító, illetve hát krémtusfürdő tulajdonképpen. Ez egy nagyon sűrű állagú tusfürdő volt, szappanmentes és hipoallergén, tehát érzékeny bőre is ajánlják. Ennek egyébként szintén volt egy kis illata, de ilyen nagyon minimális tisztaságillatú, tehát ez egyáltalán nem volt zavaró, nagyon jól táplálta a bőrt, egyáltalán nem szárította, úgyhogy végül is ez egy kellemes tusfürdő volt. Itt van ez a Niva krém tusfürdő, amiért egyenesen oda vagyok. Ez nagyon-nagyon sűrű, de olyan szinten, hogy olyan, mint egy testápoló szinte, és ezt is inkább a hidegebb hónapokban szeretem használni, ahogy már a Dove tusfürdőnél is mondtam, de nagyon-nagyon gazdag habja van, nagyon ápol, táplál, hidratál, ezután sem nagyon kell egyébként testápoló, úgyhogy én ezt is nagyon szeretem, és hát a kismérete miatt utazáskor használtam ezt a tusfürdőt. És akkor jön egy hajra való termék, ez a Schwarzkopf Professional Oasis Plus Glamination Strong Glossy Hold Spray. Igen, tehát ez egy ilyen ragyogást adó hajspré. Igazából különösebben nem tudok róla se jót, se rosszat mondani, nekem egy ilyen nagyon átlagos hajlap volt, valóban adott egy szép fényt a hajnak, viszont a tartása az nem igazán volt nyerő, az illata kellemes volt, de én inkább jobban preferálom az olyan hajlapokat, amik tartást adnak, de ugyanakkor nem keményítik meg a hajat.
Szóval ez nálam nem volt annyira nyerő, ennél sokkal jobb hajlapok is vannak. És a végére három darab eucerin termék maradt. Az egyik az az Even Brighter hiperpigmentáció elleni krém, és ebben 30-as fényvédő van. Ezt nem igazán szerettem, elég sűrű krém volt, tehát nekem nyára annyira nem jött be, mivel eléggé kis alag volt, így nem is tudom, hogy mondjuk az ilyen hiperpigmentáció eltüntetésében mennyire segít, úgyhogy erről különösebben nem tudok igazából véleményt mondani. Viszont az utolsó két terméket azt nagyon szerettem, az egyik az az Eucerin Lip Active nyakápoló, ami azért érdekes, mert én nem csak a nyakápolóként használtam, hanem mikor meg voltam fázva, akkor a kipirosodott orromra is kentem belőle, és remekül működött, ajakápolóként is, meg ilyen orrkörnyékápolóként is. Az egyik legjobb ajakápoló, amit valaha használtam, úgyhogy ez teli találat. Ahogyan ez a Dermo Purifier Cover Stick korrektor is az volt, mert hogy ebben olyan hatóanyagok vannak, amik hát ugye nem csak elfedi a pattanást, hanem segítenek, hogy hamarabb eltűnjön, tehát a pirosságot, a gyulladást lehúzza. Úgyhogy nagyon sokszor használtam, hogyha volt egy-két ilyen pattanásom, ami komolyabb kezelést igényelt, és mondjuk sminkeltem rá, akkor ezt vittem föl, és tényleg segített abban, hogy hamarabb eltűnjön, és jól fedett is, úgyhogy erre tényleg csak jókat tudok mondani. És ezzel el is fogytak a termékek, remélem, hogy tetszett nektek és hasznos volt ez a mostani videó. Hogyha próbáltátok ezek közül valamelyiket, akkor írjátok meg nekem, hogy mi a véleményetek róla, mert lehet, hogy ami mondjuk nekem nem tetszett, az nektek bevált, vagy éppen fordítva, és mindig kíváncsi vagyok arra, hogy ti miket használtok, nektek mi vált be. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el megnyomni a tetszik gombot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen akkor mindig időben értesülhettek az új videókról. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, sziasztok!